1948-ban egy rendőr halálosan megsebesítette magát Pócspetriben, amikor a helyiek az iskola államosítása ellen tiltakoztak. Az esetet a kommunista rezsim gyilkosságnak állította be, a jegyzőt kivégezték, sokakat pedig súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Pócspetrit sokáig rendőrgyilkos faluként ismerték. 68 évvel ezelőtt a község lakói iskolájuk államosítása ellen tiltakoztak, amikor a helyszínre vezényelt rendőrök közül egyikük puskája elsült és halálosan megsebesítette saját magát. A balesetet gyorsított eljárással gyilkosságnak minősítette a kommunista vezetés, bűnösként pedig a jegyzőt és a plébánost vádolták meg a koncepciós perben. Akkor így jelentették be a hírt. A megvádoltakat kivételes gyorsasággal koncepciós perben ítélték el. Királyfalvi Miklós jegyzőt kivégezték, Asztalos János plébánost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az áldozatok emlékére pénteken ünnepséget rendeztek a településen. Itt elhangzott, előreláthatóan a miniszterelnökség, Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsága hamarosan történelmi emlékhelyé nyilvánítja a tragikus események helyszínét, az Irinyi kúriát. Önkormányzatunk kezdeményezésére a Nemzeti Emlékhely Bizottsághoz adtunk egy kérelmet, egy beadványt. Szeretnénk ezt a Irinyi kúriát Nemzeti Emlékhelyé nyilvánítani. Külön napirendben határozott a Nemzeti Emlékbizottság ezügyel kapcsolatban is javasolja a kúriának ezt emlékhelyen nyilvánítani. Évente egyszer döntenek ebben az ügyben, és bízunk benne, hogy ez sikeres lesz számunkra ez a döntés. A Pócspetri per utolsó vádlottja Som István volt, aki a faluban tanított. 15 évet ült börtönben. Som István ez év áprilisában hunyt el. A nyíregyházi északi temetőben helyezték örök nyugalomra. A fővárosi bíróság 1993-ban felmentette, és ezzel hivatalosan is lezárult a Pócspetri ügy. A koncepciós per újratárgyalását Helmeci László ügyvéd kezdeményezte, ami a rendszerváltás előtt óriási kockázatot jelentett. Köszöntöm a stúdióban dr. Helmeci Lászlót, a Pócspetri ügyvédjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Helmeci úr, mi volt a kockázata a rendszerváltás előtt annak, hogy ezt a per újra felvételt kezdeményezte? Ezt Orbán Viktor miniszterelnök úr úgy fogalmazta meg 98-ban, amikor a Fidesznek az országos kampányzárója volt, és én itt a Fidesz listavezető és megyeelnöke voltam, hogy azért kampánya jó szívvel mellettem, nem azért, mert fideszes vagyok, meg ismert ügyvéd, hanem azért, mert akkor mertem vállalni, átadtam a halálítélt embereknek a védelmét, amikor még, és itt van a lényeg a dolognak, amikor még nem tudtuk, hogy mikor lesz rendszerváltás, és hogy hogyan lesz rendszerváltás, hiszen végülis itt a rendszerváltás békés körülmények között történt, de történhetett volna másképp is. Mi lehetett volna? És akkor még tényleg nem tudtuk, hogy mi fog történni. Tehát a Pócspetri ügynek a Pócspetri ügy perújításához én a legtöbb információt az elbeszélgetéseken kívül a Ember Juditnak a Pócspetri című dokumentumfilmjéből szereztem, és ez a dokumentumfilm ez több mint 10 évig volt dobozva. Hát ugye Ember Judit meghallgatta az embereket, egy nagyon szép dokumentumfilmet készített, csak éppen arról volt szó, hogy a kínzásoknál jelen volt Kádár János, itt volt Péter Gábor, a verő emberek, tehát az a film egyértelműen mutatja, hogy ez egy koncepciós per volt annak érdekében, hogy az iskolák államosítását át tudják verni Rákosiék, és hát az is egyértelmű ma már, hogy ez valójában Mindszenty pernek volt az előpere. Hát nézzük, június 3-án erdődrólövés, 11-én már két halálos ítélet, meg egy életfogy születik, és ebben az évben, 48-ban, karácsonykor, Mindszenty herceg primás urat letartóztatják, és ugye ugyanaz a tanácsvezető bíró,
a Mincenti perbe, mint a próbaperbe, hiszen ezt a Mincenti per próbapereinek gondolták Rákosiék, ugyanaz az Orti Vilmos tárgyalja az ügyét is, és ott is ugye azért fél a kommunista hatalom az egyháztól, az látszik. Azt az kifejezett utasítást kapta Orti Vilmos és tanácsa, hogy halálra kell ítélni a felbújtót, a papot. Hát úgy volt felbújtó a Asztalos János, hogy királyfájvóról nem beszélt előtte. Rákos, amikor leküldte Kádárt, Péter Gábort meg a ávosokat, közölte, keressenek egy gyilkost, olyan, hogy véletlenül szülte a fegyver, dehogy. Szándékosan meggyilkolták a rendőrt, és a pap legyen a felbújtó. Ez a fontos. Tehát ugye ez kellett ahhoz, hogy egy nagy média lincselés, halálos ítélet, de tartottak az egyháztól, mert utasításként Orti azt kapta, hogy halálra kell ítélni a papot, 48 katolikus Magyarországon nagyon erős volt a Mincenti vezette katolikus egyház, de nem szabad belőle mártírt csinálni. Tehát azt kapták utasításként, hogy miután halálra ítélik, mikor kegyelmi tanácsa alakulnak, javasolják kegyelemre. Na most, miután Asztalos János plébánost javasolták kegyelemre, ezért ugye ő kegyelmet kapott, és ő kegyelemből életfogytigra változtatta a köztársaság elnök. De egy fél évig minden reggel, hogyha jöttek a gyűjtőbe a smasszerek, azt is azt hitt, hogy akasztani viszik, mert még azt sem mondták meg neki, hogy kegyelmet kapott. Egy királyfalvit viszont nem javasolták kegyelemre, ők 2 órán belül kivégezték. 2 órán belül. Igen. Mi volt az, ami mégis lehetővé tette a per újra felvételt még a rendszerváltás előtt? Nagyon-nagyon sokat segített a Pócs Peti című film, amiben egy csomó olyan anyagunk keletkezett, ami alapján a perújítási nyomozásba lehetett dolgozni, meg akkor még azért ezek közül, a jó madarak közül elég sokan éltek. Nem lettek volna kötelesek vallomást tenni, hát én azt szerintem az országban egyetlen ügyvéd vagyok, aki Péter Gábornak a lakásán, a Hírhedt távéja, a főnöknek a lakásán jártam, ott történt meg a kihallgatása, mert már azért 89-ben, még egyszer mondom, a választás előtt történt, vagy igen, 89. Már nem mert, nem mert eljönni a Fővárosi Bíróságra, nem volt olyan beteg, hogy ne tudott volna eljönni, ezért úgy döntött, én azt kértem, hogy vezessék elő, nem? Hát ő is elővezetett egy néhány ember, mikor jött a Fekete úr az 50-es években, de végül úgy döntött Strauss tanácselnök úr, ő később alkotmánybíró lett, már elment nyugdíjba, úgy döntött, hogy a bíróság elnöke, ülnökök nélkül, a jegyzőkönyvet, az ügyész meg a védő elmehet, elmentünk a lakására, és 11. kerületben laktak egy ilyen kicsi másodszobás lakásban, még a felesége is élt egyébként, aki a Rákosi titkárnője volt, és ott hallgatta ki, hogy mégis mi történt Pócs Petribe. Természetesen az ütlegelést, az emberek kínzását tagadta, még jó volt a sértett fél, tehát nem akarom részletezni, hát, hogy sok köze a vallomásának nem volt a valósághoz. Mi volt az, ami miatt az akkori politikai rezsim ezt bevállalta, ezt a pert? Az nagyon jó a kérdés, ugyanis nem szokták meg kérdezni, de ugye ekkora német kormány van még, ugye tudjuk, hogy Szűrös Mátyás, amikor október 23-án kikiáltja a köztársaságot, akkor a német kormány funkcionál, és akkor komoly tárgyalások folytak ezelőtt a perújítás megelőzően a Vatikánnal, a diplomáciai kapcsolatok rendezéseire. A Vatikán kifejezetten ragaszkodott ahhoz, hogy tegye rendbe a magyar köztársaság azokat a pereket, lásd, Mincenti per, Grőszérsek pere, és ugye az Asztalos Jánosék pere, a Pócs Petri. Hát ez köztudott volt, mindenki tudta, hogy ez egy kitalált, koncepciós per volt. Azt mondja Szegény Vitéz Gábornak itt ezen a büszkeségponton, van egy régi határszerből egy idézet, amikor megkérdezték Vitéz Gábort, hogy ez egy egyszerű pócsperci parasztgyerek volt, akit ugye a vezeték elvágásáért 10 évre fegyházra ítélték. Akkor kérdezték, hogy mi az a koncepció? Azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi az a koncepció, tetszik tudni, de valami nagyon nagy igazságtalanságot jelenthet. Tehát ez az egyszerű embertől kezdve mindenki tudta, hogy itt mi történt. Ugye, ha végigmegyünk a történelembe, ugye 11-én kivégzik Királyfalvi Krempel Miklóst, Asztalos János ugye kegyelmet kap,
néhány héten belül elkezdik tárgyalni az iskolák államosítását, ez az, amikor Slatta Margit, a keresztény demokrata politikus kivonul a parlamentből, átverik Rákosiék az iskolák államosítását, és állami tulajdonba kerülnek az összes egyházi iskolák. Hát az volt a lényege az egyre balabbra, a kommunista irányba eltolódó koalíciós kormánynak. Hát itt vannak a szovjet csapatok, hát nyilvánvalóan ilyen bázis mellett ugye egyre keményebben veszi át a hatalmat, hiszen a kisgazdák nyerték ugye az első háború utáni választásokat. Egyre jobban veszi át a hatalmat Rákos és csapata, szociáldemokraták is befekszenek már nekik, és ugye az történik, hogy ki akarják venni az ideológia alapját a korábbi rendszernek, az egyház. Ezért kellett állami kézbe venni az iskolákat. Hát ugye még a mikorosztályunk emlékszik, hogy miket tanultunk itt a nagy októberi szocialista forradalomról, meg az 56-os ellenforradalomról, meg ekkora maraságokról. Hát ezzel volt kimosva a fiatalságnak a feje. Ugye aki utána olvasott, az nyilván mást olvasott azért a könyvtárakban, mint amit a tankönyvekben tanáltunk, de hát, hogy mondjam, az átlag diák azért azt a maszlagot vett, amit adtak neki. Ügyvédként maradéktalanul elégedett volt ezeknek az embereknek a rehabilitálásával? Nem. Azért nem, mert ma, ha tetszenek hallgatni, hogy átadtam itt 2-3 hónapot, vagy akár 2-3 évet börtönben tölt egy köztörvényes bűncselekmény miatt valaki, kiderül, hogy téves volt az ítélete, csak úgy repkednek a 10-20 milliók. Sem Asztalos János, sem a Királyfalvi családja, sem Kremper Feri, vagy Vitéz Gábor, sem Som István nem kapott megfelelő kártértést, ugyanis besorolták ezt a pert abba, amikor kárpótlási jeggyel kártalanítanak. Valaki 15 év és egy hónapot ül a fegyházba, nem tud részt venni az édesanyja temetésén, az édesapjáért. Soha egyetlen egyszer, hogy eltávozásra elengedték volna, végigjárja az ország összes börtöneit. Tehát nincs az a pénz, amivel meg lehet fizetni, nem másfél milliós, 40%-ot érő kárpótlási jeggyel. Tehát ebből a szempontból nem vagyok elégedett. Abból a szempontból viszont elégedett vagyok, hogy minden egyes, mert nem csak statáriás perbe ugye 6 embert ítéltek el, hanem még 21 néhányat a népbírósági perbe is, hogy milyen szinten volt koncepciós, csak egy dolgot. Ugyanazért, amiért a statáriás bíróságon életfogytokat adtak a távérdorongálásért, a népbíróságon adtak másfél évet, meg néhány hónapot. Tehát ott is elítéltek, tehát akit ott összegyűjtöttek, agyba fölvevertek, aki ott tüntetett, úgymond az iskolák államosítása ellen, mellesleg egyházi énekekkel, meg amikor megértek, hogy viszik a jegyzőjüket, akkor ott ilyen tolongásot, ehhez képest ugye mindenkit elítéltek. Az Ember Judit fényében az is kiderül, hogy voltak ám olyan bántalmazások is, hogy néhány hónap múlva a verésben volt, aki belehalt. Ezeket nem is nagyon számoljuk, ugye, a Pócs-Petri per áldozatainak, pedig agyonverték őket. Ezért nagyon fontos, hogy hamarosan emléktáblát helyeznek el, és ne merüljön feledésbe ez a történet. Amit feltétlenül el kell mondani, a mostani képviselőtestület, a polgármester, ott egy ilyen egy civil szervezet olyan szinten rendezi Pócs-Petrinek ezt az emlékeit, ami tényleg példaértékű. Ez a falu volt 40 évig gyilkos falu, most már lesz büszkeségpont, úgy néz ki, hogy sikerülni fog a történelmi emlékei. Én azt gondolom, hogy megérdemli ez a település, mert kiárt az iskoláért, és eleget szenvedett ahhoz, hogy emlékezzünk rá. Ügyvéd úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este.